Kérem, hogy részletesen magyarázzál, hogy miképp jutottak be ide a lakásba a rendőrök. Nem volt bezárva az ajtó? A behatolás során használtak-e olyan eszközt, amivel be tudták esetleg törni az ajtót? Az emeleti lakásajtó nem volt kulccsal bezárva, a földszinti bejáraton nem tudom, hogy miképp jutottak be, hiszen az mindig zárva van. Amin én meglepődtem, az a rendőrök létszáma volt, 10-12-en lehettek, kamerával a kezükben sétáltak be ide a szobába. Bekapcsolt kamerával? Felvételt készítettek önökről? Nem csak rólam készítettek felvételt, hanem a többi résztvevőről is. Azt mondták, hogy van náluk kamera, és le fogják filmezni, ami itt történik. Ezt anélkül tették, hogy ebbe bárki beleegyezett volna. Egyszerűen beözönlöttek ide a lakásba. Gondolja, hogy ez egy átlagos razzia volt olyan emberek ellen, akik megsértik a koronavírus miatt a gyülekezési szabályokat? Nem, ez egy támadás volt a meleg közösség ellen és az én partim ellen. Ez itt egy magántulajdon. Az akció célja, azt mondták, a koronavírus miatti gyülekezés szétoszlatása volt. Eközben átvizsgálták az önök csomagjait, táskáit, holmjait, kábítószer után kutatva? Senkit nem kutattak át drog miatt, nem is kértek mindenkitől személyi igazolványt, csak kiválasztottak néhány embert, akitől elkérték az igazolványt. Például az enyémet el sem kérték. Beperelte a rendőröket? Igen, több panaszt teszek a rendőrség ellen, ezeken dolgozom most. Elfogadhatatlan, hogy a vendégeim, köztük egyébként az ügyészségi hivataltól is, ahonnan szintén többen részt vesznek ezeken a partikon, potenciális rendőrségi razzia fenyegetése alatt legyenek mindenféle ok nélkül. Ez elfogadhatatlan, és jogi eljárás indul ellenük. Vendégem Györei Péter büntetőügyvéd, aki korábban 18 évig dolgozott a Nemzeti Nyomozóirodánál, egyébként Európai Uniós ügyekkel foglalkozó szakjogász. Jó estét kívánok! Jó estét! Láthattuk ennek a fiatalembernek a nyilatkozatát a brüsszeli tudósítónak. Hát ez egyre abszurdabb ez a forgatókönyv, nem? Tehát egyszer azt sem tudja, hogy egyszer azt mondja, hogy nem foglalkozik politikával, aztán rájön, hogy ismer politikusokat, ráadásul fideszeseket, ráadásul lengyel konzervatívokat. Akkor azt mondja, hogy és akkor mindezt úgy megtalálják ezt a partit, a rendőrök 5 perc alatt, ezt a említező partit, az ugyanazok a rendőrök, akik előtte 6 hónapig nem találták az Abdeszlámot Mollenbekben. Hogyan lehetség, hogy milyen ez a tanú? Ön ügyvédként, mennyire fogadná el ennek a tanúnak a szavait? Hát megbízhatatlan, ez kétségtelen, ugyanis már 2-3 különböző változatot adott elő, ez a PhD hallgató, ugyanis állítólag ő PhD hallgató, de az én véleményem szerint ennél még sokkal súlyosabb hibákban szenved az a hivatalos belga verzió, miszerint itt egy állampolgári bejelentésre történt rendőri rutin akcióról volt szó. Tehát már önmagában abszurd a jogellenes az is, hogy 10-12 belga rendőr arra hivatkozva, hogy a járványveszélyt csökkentik, berongyolnak egy lakásba, és ott nekiállnak húzakodni 25 meztelen, feltehetően verejtékező férfival. Hát ezzel nem csökkentették a járványveszélyt, ezzel épp, hogy hatványozottan megnövelték ott a járványveszélyt. A helyes intézkedés itt az lett volna, hogy az ajtóban megállva felszólítják a jelenlevőket, hogy hagyják el a helyiséget. Egészen addig, amíg 10 alá nem csökken az ott levő létszám. És ha ezek után észszerű kétség merül fel bennük, akkor lehet bemenni és ellenőrizni. De itt még ehhez képest nem csak, hogy bemennek ellenőrizni, állítólag felvételeket is készítettek ott bent. Tehát ez mennyire életszerű? Ez mennyire szükséges? Azért mondom, hogy több sebből vérzik ez a történet. Ugye nem, megjegyzem, hogy a belga rendőrségnek, ahogy a magyar rendőrségnek is van egy általános felhatalmazása arra az esetre, hogy veszélyhelyzet esetén bírói engedély nélkül behatoljon magánlakásba. De ugyanúgy alá vannak vetve az arányosság és az észszerűség törvényi követelményeinek. Ugye itt az intézkedés során se az észszerűség, se az arányosság nem érvényesült. Itt egy cél lehetett, minél előbb bejutni a lakásba, és ott kamerafelvételeket készíteni. Hát az egyébként egy rendőrjárőr felszereléséhez alapból nem tartozik hozzá a kamera, és itt a szabálysértés ugye az lett volna, hogy 10-nél többen tartózkodnak a lakásban, nem az, hogy hogy viselkednek. Tehát ennek rögzítésére bőven eleg lett volna a írott rendőri jelentés, illetve a 10-12 rendőr tanúskodása. Itt fölmerültek olyan hírek is, lengyel származású az illető, a családja azt mondta, hogy egy notórius hazudozóról van szó. Ráadásul több büntetőeljárás is van folyamatban ellene Lengyelországban, hogyha hinni lehet ezeknek a híreknek. Hogy lehet, hogy nem őt keresik? Tehát hogy lehet, hogy szabadlábon egyáltalán Brüsszelben? Állítólag keresik is, mert van ellene elfoglaltó volt. És akkor ehhez képest a magyar EP képviselővel kezdenek el foglalkozni. Hát igen, ezelőtt csak értetlenkedhetünk. Még egy dolgot szeretnék mondani a belga rendőrség sajátos jogalkalmazásával kapcsolatban. Ugye, mikor a Szájer József úrnál állítólag kábítószer találtak, ezt követően a rendőröknek törvényes kötelezettségük lett volna házkutatást tartani, mindenki másnak a holmiát átvizsgálni, de ez nem történt meg, ez is egy jogsértés, és ez is arra utal, hogy egy célja volt ennek az akciónak, hogy kompromittálják a magyar EU képviselőt. Csak is kizárólag Szájer Józsefnek a csomagjába túrtak bele, és állítólag találtak ebben drogot, ugye ezt se tudjuk. Miért nem csináltak akkor, hogy ha már itt a drogfogyasztás, drogbirtoklás gyanúja felmerül, miért nem csináltak egy drogtesztet azonnal? Hát talán azért, hogy megőrizhessék a helyzet bizonytalanságát. Tehát, hogy tudják lebegtetni továbbra is a... Szájer József felajánlotta a drogtesztet, annyit tudunk róla. Ön szerint az teljesen egyértelműen kijelenthető, hogy itt túlzott erőt használt a rendőrség? Hát nyilván, ahogy mondtam, ott egyszerűen ki kellett volna hívni a felesleges embereket. Jó. Egyébként még az is egy érdekes apróság, hogy ugye a telefonos bejelentéstől eltelt 15, a raziáig eltelt 15 perc alatt, hogy tudtak összegerebjézni egy ilyen igencsak ütőképes, önálló döntésre képes akciócsoportot, aki ott megjelent, és gyakorlatilag elég határozottan intézkedett, főleg a mai időkben, amikor aki ismeri a rendőröket, azt tudja, hogy Európától Amerikáig, főleg a jogvédő szervezetek tevékenysége miatt, a rendőrök abszolút elbátortalanodtak, és visszariadnak bármifajta ilyen jellegű határozott intézkedéstől, mert a végén őket rúgják ki. Itt viszont ez a csoport nagyon határozottan lépett fel, érezhető volt, hogy támogatva vannak. Ez is egy kérdés, ezt nem tudjuk, hogy ha már itt a vírusveszély, járványveszély miatt akarták feloszlatni ezt a partit, akkor például ők védekedtek, volt-e védőfelszerelés a rendőrökön? Mondjuk ilyen vírus, tehát ezt nem tudjuk, de ezt nem tudjuk. Ezt a kérdést hagyjuk nyitva. Szájer Józsefnek a nevét mindenféle ellenkező híresztelés ellentétben nem az újságírók szerezték meg, hanem az ügyészség szivárogtatta ki. Ez hogy fordulhat elő? Hát ott nincsen GDPR, nincsenek adatvédelmi irányelvek? Senki másé nem szivárgódik. Például Ursula von der Leyen közvetlen stábjából is volt ott valaki, az ő nevét a mai napig nem tudjuk. Hát igen, ez az apróság is beleillik azok közé, a mozaikok közé, ugye, amik önmagukban rendőri inkompetenciára, hibákra utalnak, viszont ha összeállítjuk őket, akkor egy egységes tervet, vagy szándékot, célzatot. Ez ön szerint mi lenne ez a szándék? Vagy mit tartana a leglogikusabbnak? Hát ahogy mondtam, ez egyértelműen arra utal, hogy itt egy megszervezett akció volt a magyar európai parlamenti képviselőnek a kompromittálására. Ugye ez egy időától szentesített eljárás, a kompromat nevű orosz szóból származik. Ez is érdekes mindenképpen, hogy az újságok mindenféle ellenőrzés nélkül közlik például ennek a szervezőnek az állításait, tehát egyáltalán, és pont magyar és lengyel politikusokat hoznak hírbe, akik milyen érdekes, éppen most a brüsszeli politikának a célkeresztjében vannak. Hát igen, erre lehetne mondani, hogy ügyes. Ugye? Milyen kimenetele lehet ennek jogi szempontból ennek az ügynek? Hát amennyire én olvastam, a Szájer József ellen indult valamiféle büntető eljárás. Ugye a kábítószer birtoklása az Magyarországon is, meg Belgiumban is bűncselekmény. Tehát ennek komoly következményei is lehetnek. Ön azt el tudja képzelni, hogy a Szájer József táskájába beletette valaki? Tehát induljunk ki abból, tehát van ez a notórius hazudozó, aki szervezi ezt a bulit. Nem tudja, hogy állítólag nem tudja, hogy kik vannak ott. Előfordulhat az, hogy valaki belecsempész egy ott lerakott csomagba drogot? Hát abban a millióben gondolom ennél cifrább dolgok is, ahol rendőrök mesztelen férfiakat kergetnek tucatjával egy lakásban körbe, ott gondolom ez még a elhanyagolhatóbb epizódok közé tartozik. Györei Péter, köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm.